Április 13-án rendezték meg a 13. Ippon Sobu Karate Diák Olimpiát az egyetemi sportcsarnokban. A jeles alkalmon 46 egyesület képviseltette magát 330 versenyzővel. A megnyitón dr. Gémesi György polgármester köszöntője után a MOB alelnöke, dr. Mészáros János beszédében kiemelte, hogy bár nem olimpiai sportágról van szó, de népszerűségét tekintve már a 4 évente megrendezésre kerülő világverseny előszobájában található a karate sport. Örülök annak, hogy Gödöllőn vagyunk, mert nagyon sok rendezvényünk van itt, nyári edzőtáboroktól kezdve versenyekig, és hát azt mondhatom, hogy egy sportszerető városban vagyunk. Nagy sportágról beszélünk, hiszen a 3 szakágunkban több mint 2000 versenyző, 2000 diák vesz részt a diákolimpia versenyszámaiban. Ebben természetesen az elődöntők és a döntők is benne vannak. Tehát fantasztikus dolog, hogy itt is most több mint 330-an vagytok és vesztek részt. Az itt elért versenyeredmények beszámítanak a tovább tanulás során. Így a jó kondíció, küzdő sporttechnikák és az ősi hagyományok ápolása mellett felvételi többletpontokhoz is jutnak a versenyen teljesítő diákok.